Kamaj fordulra, Dibusz. És egy lövéssel, Dibusz. Megint egy messziről elöltött lövés, és megint véd a kapucs. Tudja adni, ott a kapás lövés, Dibusz. Dárdai lő, Dibusz véd. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sok védés sikerült bemutatnom ebben a csoportkörben. Sokkal jobban örültem volna, hogyha azért ez több ponttal párosul, de végül is itt az utolsó mérkőzésen azért azt gondolom, hogy volt egy kis szépségtapaszt. Az élen tudtam végezni, ugye még úgy is, hogy egy mérkőzésre kevesebbet játszottam. Szerintem a szituáció hozta így, hogy a mérkőzések úgy alakultak, hogy többször akár már ugye a vége felé, amikor hátrányban voltunk, picit jobban kinyíltunk, több terület nyílt az ellenfelek előtt, több olyan helyzetet tudtak kialakítani, aminek lövés lett a vége, és ami eljutott a kapumig, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ennek köszönhető, hogy tényleg sok dolgom volt, és szerencsére azért sok védéssel tudtam én is megmutatni azt, hogy miért állok kapuban. Kedvenc kapusaim voltak, minden korszakomnak megvoltak a kedvenc kapusai, ugye itt Fradit tekintve a Szűcs Lajos volt, illetve még korábban a Szejler Józsi. Természetesen a külföldiek közül is mindig megvolt az aktuális kedvenc Buffon, Casillas, Neuer, és hát nyilván azért a mostaniak közül is tudnék olyanokat sorolni, akiket sokra tartok, és akiknek azért ha tehetem, akkor megnézem a mérkőzéseiket, és próbálok belőle tanulni.